A korábbi két ciklushoz hasonlóan a most alakuló új kormánnyal is együttműködési megállapodást kíván kötni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Erről is beszélt Nagy Kanizsán a kamara elnöke Parrag László. Engem a vállalkozók választanak, következésképpen nekem a vállalkozók elvárásait kell tolmácsolnom. És amikor én véleményt mondok, akkor nem a sajátomat mondom, hanem azt, amit nekem a cégek mondanak, ami persze nem minden alkalommal találkozik a politikusoknak a véleményével. Ezért néha tűnhet karcosabbnak, keményebbnek, amit állítok, de ha józan paraszti észre végig gondolják, akkor azt hiszem, hogy általában megértik és felfogják. 2006-ban az akkori kormány alakulásakor, és nem akarok nagyon visszamenni az időbe, egy olyan populista gazdaságpolitika került hatalomra, amiről előre lehetett látni, hogy előbb-utóbb a falnak viszi az országot. Ezt a 2008-as pénzügyi válság vagy gazdasági válság még felülírta, tehát még megerősítette, úgyhogy 2010-ben az akkor alakult magyar kormánynak nagyon-nagyon nehéz kihívásokkal kellett szembesülni. Egy válságkezelő kormányzatot kellett létrehozni, amiben a kamara is nagyon aktív részt vállalt. 2014-ben az előző négy év konszolidációját kellett megerősíteni. De ugye ott voltunk, ahol a görögök nagyjából. Ezt a kitörést, ami sikerült gazdasági értelemben, ezt kellett valamilyen módon stabilizálni, és kellett egy olyan gazdaságpolitikai program, ami a növekedési pályát célozza meg. Ez az elmúlt két évben, három évben nagyjából sikerült is, és szerintem most a 2018-as kormányzatnak az a feladata struktúrájában, filozófiájában, gondolkodásmódjában, hogy egy tartós növekedési pályát építsen föl, és lehetővé tegye az országnak azt, hogy ezen a tartós növekedési pályán maradhasson. Ez szolgálná megítélésem szerint nem csak a vállalkozók, hanem valamennyi magyar állampolgár életét. Szolgálná a nyugdíjast, szolgálná a közalkalmazottat, a gyereket, a fiatalt, és hogyha ezt meg tudjuk valósítani, akkor lenne egy valódi közeledés, valódi konvergencia. Tulajdonképpen az elmúlt 100 évben, amióta egyáltalán statisztikai adatokkal bajlódunk, vagy látunk, összesen három alkalom volt a magyar történelemben, amikor 7 évnél hosszabb ideig fejlődött az ország. 1934-ben a gömbös kormány a vaj helyett ágyú programmal, ami a háborúra készülés volt, és ilyen szempontból nem lehetünk túl büszkék rá, tudta elérni azt, hogy 7 évig növekedett a gazdaság. Aztán volt egy még szomorúbb pillanat 1945 és 52 között, amikor az újjáépítés növelte a GDP-nket jelentős mértékben, és hát most 2012-től beszélhetünk arról, hogy egy újabb 4-7 éves periódus nyílt meg előttünk, ami nem háborúban, nem háborúra készülve, hanem pusztán a saját erőnkből, akaratunkból történik, és én őszintén hiszek abban, hogy a következő évek ezt még meg tudják hosszabbítani, ezt a ciklust meg tudják hosszabbítani. Elhangzott itt az ülésen, hogy ugye Nagy Kanizsa többször is járt külföldön, például Észak-Olaszországban, szeretnék az ottani cégeket ide csábítani hazánkba. Ön, mint a kamara elnöke, mit lát, érdemese a külföldi cégeknek akár hazánkba jönni befektetni, és mondjuk az Észak-Olasz cégeknek ide Nagy Kanizsára, vagy bármely cégnek ide Nagy Kanizsára befektetni? Hát régi mondás, hogy mindig mástól tanul az okos. Következésképpen természetszerű, hogy ha a magyar cégekben van kurázsi, energia, van rá forrásuk, akkor biztatni kell őket arra, hogy minél többet járjanak külföldön, és minél több ottani tudást próbáljanak megszerezni. Ez már a régi vándorlegények korszakában is igaz volt, több száz évvel ezelőtt, amikor valaki kitanult egy szakmát, azt, hogy finomítani tudja, javítani tudja a tudását, fogta magát és elment egy mankos bottal és körbejárta a világot. És aztán azzal a tudással visszatért. Tehát a tudás áramlásának egy ilyen összefüggése van. Ami Olaszországot illeti, ott kézenfekvő az, hogy egy kisvállalkozás az jellemzően 7-800 kilométeres távolságig mozdul el. Ennyi, amit egy autóval egy nap észszerű körülmények között meg lehet tenni. És akkor ott megszáll, talál partnert,
megvacsoráznak, beszélgetnek, próbálnak valami közös üzletet létrehozni. Én magamról tudom, tehát magam is éltem ilyen életet, tudom azt, hogy ez mit jelent. Nos, ilyen értelemben Zala megyének az Észak-Olasz térség az mindenképpen egy fejlett kitörési lehetőséget adó térség. Ugyanígy igaz ez Ausztriára, Szlovéniára, de arra a távolságra, ameddig egy kis vállalkozás ténylegesen el tud jutni. Thank you.